Sziasztok! Itt vagyunk a Nestlé, idén 60 éves Diós Győri csoki gyárában, és azt fogjuk megnézni, hogy hogyan készülnek az üreges karácsonyi csoki figurák. A Diós Győri gyárunk most ünnepi a 60 éves fennállását, és annó még a nehézipar mellett kerestek a nőknek is könnyűipari munkát, ami kapcsán jött az édesipari vállalat itt, és 91-ben a Nestlé felvásárolta ezt a területet. Gyakorlatilag 4 alap masszával dolgozunk. Kétféle tej csokoládénk van itt a gyárban. Abból is egyébként a Smarties masszánk az, ami a legnagyobb volumenben jelen van. Ezt követi a Boci márka néven ismert tejcsokoládé. Legkisebb mennyiséget a fehérből, illetve az éjcsokoládéból gyártjuk. Maga a temperálás az a kulcsfontosság az egész üreges csokoládé figura gyártásnak, ugyanis itt történik meg az értékteremtés, ami miatt a termék hónapokon keresztül, vagy akár egy éven keresztül is ugyanazt az állagot tudja fenntartani. Miután megtörtént a rázás, tehát a csokoládé massza formán belül megkapta a megfelelő vastagságot, és üreget öltött magába. Ketté nyitjuk, olyan termékek esetében, amikor Smarties-t kell beletennünk. Smarties cukoradagolást azt a gép végzi most már. Utána ez ugye össze is fogja nekünk illeszteni a két formát és hűtési folyamaton keresztül a végterméket a sor elején megkapjuk. A csomagolás az nálunk ettől az évtől kezdve csak és kizárólag géppel történik, viszont vannak még olyan manuális tevékenységek, amikor az ember még hozzáad a külleméhez, a minőségéhez a terméknek kézzel is. Az elmúlt időszakban a kereslet az nagyon megnőtt a KitKat termékekre. A Smarties termékek képviselik a portfóliunknak gyakorlatilag több mint a felét, tehát ezeket is nagyon szeretik. A Boci télapót is itt csináljuk, tehát az üreges télapót, amit a belföldi piacon is megtalálhatunk. A 7 napján, a nap 24 órájában dolgozunk, teljes gyári szinten így már több mint 400-an dolgozunk ebbe a gyárban. Karácsonykor a Mikulás, illetve vannak különböző ilyen kis vicces pingvinek, rénszarvasok is, húsvétkor pedig ugye klasszikusan a kisebb figurák és a nyuszik a menők.